Hát körülbelül egy évvel ezelőtt beszélgettünk a zenekarral, és én úgy gondolom, hogy akkor még csak egy nagyon szép álom volt, hogy egyszer elkészüljön ez a videóklip, és el is készült. Hát szeretettel köszöntelek, Darinka, itt a stúdióban. Köszönöm. Gondolom, hogy régi álom teljesült? Így van. Hát 4 éves, 5 éves munkahelyesebben, ez akár pedig nem zenekarral, és hát a 2018-as év az a legtermékenyebb mindegyik közül. Rengeteg helyen léptünk fel, tényleg, tehát művház, könyvtár, múzeum, házasságkötőtermek, tényleg szabadtéri rendezvények, utcazenefesztivál, Kisvárdán 2 fesztiválon is felléptünk, és a nyarat pedig az Ördökatlan fesztiválon zártuk. Ez egy szuper zenei és színházi fesztivál, mindenkinek szívből ajánlom. És ugye közben azért elkészültek ezek a klippek, a maga a lemezfelvétel, tehát ez is idő volt, és mellette azért ugye te színésznőként is működsz, dolgozol, úgyhogy tényleg egy termékeny esztendő volt, hát pihenésre nem sok időtök lehetett. Hát igen, a nyár lenne nekem, mint színész, és ugye ezt nyáron tudtuk megvalósítani, úgyhogy most nem volt pihenés, de... Hát ugye ez egy nagy szerelem. Valahol nyilatkoztat, hogy tulajdonképpen te nem tudsz kottát olvasni. És igen, valamiért ezt kiragadtál. Igen, valamiért úgy látszik, hogy és ez bennem is megragadt, ugyanakkor meg hát írsz ezekbe a dalokba, tehát az alkotó folyamatban is részt veszel. Soha nem volt egyébként, nem érezted ennek a hiányosságát? Hát ez helyesebben úgy mondanám, hogy blattolni nem tudok, tehát kotta alapján énekelni. Le tudom zongorázni, illetve furujáztam, és akkor furuján is lejátszom. És amilyen hangszereket használok, én mondjuk a kaval, meg a tilingó, hát ez egy ilyen abszolút ilyen improvizatív játékmódot igényel, úgyhogy ilyen formán nincs szükségem ezekre, és ráadásul rám van bízva. És akkor nem úgy kell azért téged elképzelni, mint aki összerezzen, ha kottát lát, és tényleg nem, abszolút autodidakta módon, viszont kiváló hallással és énekhanggal azért mégiscsak ugye egy professzionális énekessé váltál. Hát érdekes, ez így kell tulajdonképpen a különböző híreket az embernek figyelni, és nem árt, hogyha élőben is beszélget akár az alkotókkal, mert akkor sok mindent megtudhat. Hogyan zajlott egyébként a lemezfelvétel? Mennyi időt vett igénybe? Hú, ha jól emlékszem, 3 barom intenzív nap volt, pizzákkal és kólákkal. És amikor rögzítettük, utána utómunkázta a zenekar egyik tagjának családtagja, aki ebből él egyébként, a Zengőkert stúdióban készült, Bánházi Gábornál az utómunka. És hát nem egy elkapkodott időszak volt ez, mert hosszasan elemeztük, hogy ott mit kéne még javítani, stb. Aztán utána egy ponton már meguntuk, és azt mondtuk, hogy na jó, kész, akkor ez így lesz most, ez az első album, ez most így. Ugye nagy érzéseket dolgoztatok föl benne, olyan emberi érzéseket, ami végül is mindenkinek a szívében, azt hiszem, hogy valahol rezonál egy-egy emlékre. De mégis hát az elmúlt 4 év repertoáriából azért nem lehetett könnyű válogatni. Ez nagyon így van, hát nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ugye a legfrissebb tag a zenekarban, Bartu Zoli, az ütős, a dobosunk, és hát őt így vártuk, hogy na gyerünk, zárkozzunk fel, mert rengeteg dalunk van igazából, már 30-hoz közelít, és hát még ő sem tudhatta annyira gyorsan ezt így mindet elsajátítani, azért, hogy dobosnak is nagyon bonyolult egy dalszerkezet, főleg ahogy mi álmodjuk meg, úgyhogy őt is vártuk, de hát beérkezett, és most tényleg egy ilyen révbeérés van, hogy azt érezzük, hogy ez a csapat, és tényleg már 5 dobost fogyasztottunk el, úgyhogy most már így beérkeztünk, és szerencsére annyira jók a visszajelzések, hogy most vagy 3 vagy 4 helyről érkezett ilyen felajánlás, hogy videoklipet forgatnának velünk ingyen. De jó. Tehát pont erre gondoltam, hogy azért nyilván az ad újabb és újabb inspirációt, hogy most már vannak visszajelzések, mert az egy különös áldás, hogyha az ember találkozik még valakivel, plusz még 2 valakivel, akivel közösen tud gondolkodni, zenélni, és érzik, hogy ez a valami jó, de hát azért valljuk be, hogy ez a világ, ez annyira nem éhes a cizellált művészetre. Ez nagyon jó, hogy mondod. Igen, és milyen érdekes, hogy amikor mi ide jöttünk Nyíregyházára, és az első szárny próbálgatások kapcsán olyan visszajelzéseket is kaptunk, hogy nem érdemes, hogy itt nincs igény,
ilyen dolgokra, vers megzenésítés, hát... És aztán most már ott tartunk, hogy minden hónapban kapunk felkérést, hogy szeretnének minket vendégül látni itt-ott. Hát a ti művészetetek is azt bizonyítja, hogyha valaki hisz valamiben, és nem adja föl az első hurrogásnál vagy buktatónál, akkor annak van létjogosultsága, úgyhogy hát kívánom, hogy ez a lelkesedés újabb és újabb fellépéseket, és majd sikereket is hozzon. És egy picit azért még kanyarodjunk a Móricz Zsigmond Színház házatájára is vissza, mert hogy most, mint a színház képviselőjeként azért egy pár dologról mesélj, mi minden vár rád személyesen, illetve mire készültök most az idén. Igen. Hát nekem a legutóbbi bemutatóm az Oscar volt, és most egy ilyen kis, úgymond szünet következik márciusig, addig csak játszom. És akkor az utolsó bemutatóm lesz márciusban a Csehovtól a Manu, amit a Snádi Csaba fog rendezni. És hát a színház is vitangul teljesít, tényleg 12 bemutató, vendégelőadások, táncfarsang, akkor most kollégáim ugye csináltak önálló esteket, Jenei Judit, Kónya Merlin Renáta és Máté, és tényleg ezek nagy sikerrel, meg érdeklődéssel övezve kerülnek bemutatásra, és most a táncfarsang lesz ugye már másodikától, tehát február 2-től 7-ig, 2 nagy színpad és 5 kamara előadást láthatnak a nézők, az érdeklődők, és kedvezményesen vehetik meg a jegyeket a bérlettel a kamara előadásokra. És 6-án pedig új Orlai produkció előadás lesz, Heisenberg a címe, igen. Még csak nem ismerem a darabot, az ismertetőjét olvastam el. És ilyenkor azért van lehetőségetek nektek is beülni? Persze, hát annyi pucé csak nem fogy el. Igen, szerintem ne a színpadon, hanem a nézőtéren pihenjetek. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük már az információkat is, a nézőknek pedig javasoljuk, hogy egyébként a Móricz Zsigmond Színház honlapján lehet érdeklődni, illetve a jegyirodában ugye jegyekre vadászni, és a zenekar valamennyi tagjának kívánunk jó egészséget és sok sikert. Köszönjük szépen!